A magyar népet a kínai néppel egy nagyon erős kötelék tartja egyben. Ez a kötelék azért erős, mert számtalan kis apró szálból áll, ezért eltéphetetlen. Ilyen szál például az, hogyha Kínában kimondjuk Petőfinek a nevét, akkor szinte mindenki tudja azt a verset, és mindenki tudja mondani. Ugyanilyen szál lehet akár Kodály is, hisz kínai gyerekek ezrei, százerei tanulnak a Kodály módszer alapján zenét. De hogy a prózai dolgokról beszéljünk, nagyon fontos nekünk, hogy kereskedelmi forgalom tekintetében Közép-Európában messze vezet Magyarország, vagy hogy komoly kínai cégek regionális központjukat hozták ide. Ugyanolyan nagyon-nagyon erős szál az, hogy egyedülálló módon itt van egy olyan iskola, amit a kínai miniszterelnök hozott létre külföldön, ez a kínai-magyar két tannyelvű iskola. De ugyanolyan büszkék vagyunk az itteni kínai éttermekre, amelyek biztos, hogy Közép-Európában itt a legjobbak, de lehet, hogy egész Európában. Azon túlmenően, hogy a múltból is nagyon sok szálat tudunk találni, amelyik összeköti a két népet, minden héten újabb és újabb szál szövődik, újabb barátságok köttetnek, újabb fontos gazdasági együttműködések tudnak kialakulni. A Nagyfal Egyesület ezelőtt egy évvel kezdeményezte, hogy hozunk létre egy olyan díjat, ahol megköszönjük az embereknek azt, hogy aktívan hozzátettek ehhez a barátsághoz. Külön köszönöm Szijjártó Péternek és Újhely Istvánnak, akik nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy ez a díj létrejöjjön, és hogy ma itt önökkel együtt átadhassuk ezt a díjat. Amikor a díj ötlete felmerült, megkerestünk még több egyesületet, alapítványt, hogy segítség támogassák, és velük együtt adjuk át ezt a díjat. Engedjék meg, hogy felsoroljam a nevüket. Ugye a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztosság, Kína barátai, Magyar Képviselői Klub, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, különösen a magyar-kínai tagozata, a China Chem, az ELTE és a Szegedi Konfuciusz Intézet, az Eurázsia Együttműködés Egyesülete, Új Világhíd Alapítvány, Hagyományos Kínai Oroszlás Magyarország Egyesülete, Magyar Csambú Szövetség és a Magyarországi Modern Kína Kutatások Alapítvány. Bízunk abban, hogy a mai nap méltó emléket tudunk állítani, és egy olyan kezdeményezéssel tudunk élni, amelyik minden évben tud folytatódni. Botos Péter nemzetközi szinten ismert üvegművészt kértük fel a díj megalkotására. Ez a díj egy egyedülálló mű, egy térbeli hasábokon álló Möbiust mutat, melynek átvitt értelme a szoros, logikus összekapcsolódás, a végtelen folyamatossága. Ez a díj szimbolizálja a magyar-kínai hosszú távú barátságot. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy velünk vannak a mai napon. Köszönöm. Sese.